Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Mostantól az árokba folyik a csapadékvíz a Juss Gyula utcában. Széleskörű összefogásnak köszönhetően újul meg a Szent István király plébánia templom. Újabb jelentős döntések az agrárium támogatására. Mintegy 600 méteres szakaszon takarították ki a zárkokat a Juss Gyula utcában, amire azért volt szükség, hogy egy-egy nagy esőzéskor minden vizet el tudjon nyelni. Ezt követően pedig elkészült egy elvezető rendszer is, melyet a tegnapi napon Mágori András József és Varga Ferenc városüzemeltetési tanácsnokok is megtekintettek. A Juss Gyula utca és a Nagy Csillag utcák kereszteződésében található élelmiszerbolt a környékben élőknek az egyetlen bevásárlási lehetőség, hiszen minden más üzlet a körzet külterületére esik, ezért nagyon fontos, hogy mindenki biztonságosan tudja megközelíteni annak bejáratát. Mágori András Józsefhez, a település részi képviselőhöz, aki egyben városüzemeltetési tanácsnok is, még az ősszel érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a bolt előtti burkolatról nem tud elfolyni a víz. Az ígéretet betartva a fagyok elmúlásával több mint másfél hete hozzákezdtek a probléma orvoslásához. Ahol el tudna szivárogni a víz, ugye az le lett betonozva, és ugye gyakorlatilag kialakítottak ott egy medencét. És ugye a medence arról ismerszik meg, hogy a vizet megtartja, úgyhogy nem kellett csodálkozni azon, hogy úszva lehetett a bejáratot megközelíteni onnantól fogva. Nyilvánvalóan látható, hogy a vállalkozó szeretett volna ennek elébe menni, kialakított a föld alatt egy tartályt, de nyilván az nem tudta ellátni a szerepét. Gyakorlatilag túlfolyóként üzemeltet, benyelte a vizet, aztán ugyanúgy vissza is nyomta. A csapadék vízzel vezető rendszert a Juss Gyula utcai árkokba vezetik bele. Ehhez azonban azokat is ki kellett takarítani, ugyanis több évtizednyi elhanyagoltságot tapasztaltak meg. Több bejáró képítésénél betömték az átereszeket, ezeket most átjárhatóvá tették. Ennek elvégzésében Varga Ferenc önkormányzati képviselő és városüzemeltetési tanácsnok segített. Ahhoz, hogy ez a csapadékvíz megfelelően el tudjon folyni, illetve a szikasztó árkok megfelelő állapotban legyenek, így a Juss Gyula utcán mintegy 600 méter hosszan ki kellett takarítani az összes árkot, rendbe raktuk. Ez fontos elmondani, szerintem ez mintegy 20 éve biztos, hogy nem volt hozzányúlva, mert nagyon el volt a kanyagolva, nagyon az áteresekhez képest nagyon magasan volt már a por, a kosz meg a föld, de ezt most sikerült kitakarítani, és bízunk benne, hogy most már a csapadékvíz is rendesen el fog folyni, és minden rendben lesz. Varga Ferenc azt is elmondta, képviselő társaival folyamatosan mérik fel a körzetek problémáit, és rangsorolásszerűen fogják megoldani azokat. Mágori András hozzátette, várhatóan a következő hetekben gyakorlatilag minden körzetben megjelennek a munkások, és elvégzik a halaszthatatlan feladatokat. A magyarországi élelmiszerellátás a magyar emberek ellátásának legfontosabb pillére. Éppen ezért több mezőgazdasági ágazatot is kiemelten támogat a kormány, mondta el Nagy István agrárminiszter egy sajtótájékoztatón. A legfontosabb célok most az értékesítési lehetőségek, a bevételek és a gazdaságok működéséhez szükséges munkaerő biztosítása. Ennek szellemében a miniszter nyílt levélben kérte a Magyarországon működő élelmiszer kiskereskedelmi láncokat és a hazai beszállítókat a magyar termékek preferálására az import helyett. Emellett kiállt azért is, hogy az önkormányzatok a járványügyi szabályok betartása mellett tartsák nyitva a piacokat annak érdekében, hogy az emberek hozzáférjenek a magyar kistermelők termékeihez. A munkavilágát érintően az Agrárminisztérium elindította a munkaszüret.hu internetes oldalt, egy olyan online platformot, amelyen keresztül az idény munkát kínáló agrárvállalkozások nyújtotta munkalehetőségeket minél több magyar ember számára meg tudjuk nyitni, és meg tudjuk mutatni bevételszerzés lehetőségét teremtve mindazoknak, akik most más gazdasági ágazatokban tartósan vagy átmeneti jelleggel elvesztették megélhetésüket. Hiszen az agráriumban az idénymunka erő hiánya az komoly gondokat okoz, hiszen itt az eper szezon, itt a spárga szezon, és ezt a feladatot el kell tudnunk végezni
idénymunkásokkal. Mint kiderült, az év végéig meghirdetett teljes hitelfizetési moratórium, vagy a felgyorsított áfa visszaigénylések mind-mind segítik a pénzügyi helyzetük stabilizálását. Az agrártárca javaslatcsomagjában számos további lehetséges beavatkozási eszközt megfogalmazott. A legkisebb mezőgazdasági termelők számára is komoly pénzügyi segítséget jelent, hogy döntöttek a szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű agrár Széchenyi folyószámla hitel ingyenessé tételéről és a felvehető hitelkeret megduplázásáról. Kiemelten ejtett szót Nagy István olyan ágazatokról is, amelyek szorosan kapcsolódnak a szünetelő turizmushoz és vendéglátáshoz, és emiatt bevételeik csökkentek. Más gazdasági területekhez hasonlóan a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is 2020. június végéig a munkáltatók mentesülnek a munkavállalóik munkabérei után közterhek megfizetése alól, továbbá a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot. A gazdaságvédelmi akciótervben tehát eddig is kiemelt szerepet kapott az agrárium. Múlt héten a terület számára célzott segítséget jelentő intézkedéscsomag is megjelent, mondta az agrárminiszter, aki bízik abban, hogy a kormány által most elfogadott javaslataik is az ágazat nehézségeinek minél hatékonyabb leküzdését fogják szolgálni. A hívek felajánlásainak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 35 millió forintos támogatásának köszönhetően most már minden forrás biztosított ahhoz, hogy a Szent István király plébánia templom a tervek szerint újulhasson meg, derült ki egy szerdai sajtótájékoztatón. A rekonstrukció már hetek óta tart, jelenleg az új betonajzat burkolása van soron. A renoválás a műemlékhivatal bevonásával zajlik. A több mint 200 éves templomban a munkálatok február elején kezdődtek el. Első ízben a régi padok elbontására kerítettek sort. Utána ugye folyamatosan kitermelték a munkások a lent lévő téglát, földet, aztán kezdődött a betonozás, megfelelő száradási folyamat, és azt követően pedig elkezdték rakni ezeket a lapokat. Közben még volt a száradás ideje alatt időnk ahhoz, hogy a pillérek alatti fehér felületeket tisztasági festéssel így ellássuk. Mint arról már korábban beszámoltunk, a belvárosi katolikus egyházközség az elhasználódott padok lecseréléséhez a lakosság segítségét kérte. A gyűjtés tavaly decemberben kezdődött meg. Több mint 8 millió forint adomány gyűlt össze, amit hálás szívvel köszönünk a makói polgároknak, illetve a híveknek. Volt, aki vállalkozóként nagy lelkűen természetben, tehát betont ajánlott fel, volt, aki fuvarozást ajánlott fel, amivel ide szállítottuk az építőanyagot. A makói román nemzetiségi önkormányzat pályázatának köszönhetően a beruházáshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 35 millió forinttal járult hozzá. Elég sok román él itt Makón. Amennyit én tudok, jelen pillanat közeledik a körülbelül 1000 fő, és úgy gondoltuk, hogy szép lenne részünkről, mivel keresztények vagyunk, és szeretnénk folytatni a hitéletünket. A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az új padok már készülnek, ezeket infrafűtéssel fogják majd ellátni. A hétköznapokon futárként tevékenykedő Viserácki András szabadidejében túrabakancsot húz, és távcsövével az ezerarcú természetet kémleli. A környezet csodáit Lencse végre kapja, kesztelése mellett arra is időt szán, hogy élővilágunk megóvásához hozzájáruljon. A természetjárás közel 10 esztendeje szerves része András életének. Minden útja során tanul valami újat az állatokról és a növényekről, hiszen a minket körülvevő világ sok-sok érdekességet és meg annyi szépséget tartogat. Kivált kép lenyűgözik a madarak, egyik ismerősével egyetemben időt és energiát nem sajnálva azon dolgozik, hogy segítse a különféle fajok állományának megőrzését. Kihelyeztünk vércseoddukat, szalakótaoddukat, pár évvel ezelőtt, ugye ez is hozzátartozik ehhez a madarászós témához. Ez fontos, mert a szalakóta például az mesterséges odukba költ inkább, mert a természetes oduk azok nagyon elvesztek már a területről, nincsenek öreg fák, korhat fák,
amit ugye szeretett választani költőhelynek. És például itt van egy szalakóta odú, amit kiraktunk 3 évvel ezelőtt, 2 évet már költött is benne a szalakóta. A makó és környéki vizes élőhelyeken, pusztákon és erdőkben előszeretettel barangol. A forgatás alkalmával egyik legkedvesebb helyére is elkísérhettük. A bölömbika egy nem egy megszokott madár, de itt előfordul, és kilométerekre is elhallatszódik, hogy búg a természetbe. Ilyenkor még szeretek fotózni, mert sok madár bejön éjszakázni erre a vizes, mocsaras részre. Várok is még egy kicsit, hát ha jönnek a récék, meg van egy nádas a túloldalon, oda meg a seregélyek szoktak bejönni éjszakára, az egy nagyon látványos dolog. Mint mondta, naplementekor teljesen megváltoznak a fények, a táj egy másik arcát mutatja. Ezt a milliót szereti leginkább viszont látni képein. A kirándulás alkalmával belekóstolhatunk abba is, hogy milyen távol a várostól, testközelből hallani a természet szimfóniáját, amelyet András oly nagyra értékel. László Boldizsár operaénekes is az otthonmaradást választotta, és erre igazán sajátos módon buzdítja jelen helyzetben az embereket. A művész Puccini Turandot című operájából a Nessun Dorma áriát adja elő magyar szöveggel. A különös szöveg átiratával csak annyit kér László Boldizsár, ha lehet, ne menjünk el otthonról, sűrű mossunk kezet és tartsuk be az előírásokat. Elmondta, azért készítette el a videót, mert ezzel szerette volna támogatni az ország üzenetét, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen csak így tudjuk lelassítani és minél hamarabb átvészelni a világjárványt. A Nessun Dorma című szerzeményt egyik jó barátja, Éger László aktualizálta. A videót pedig újszegedi otthonában vette fel. Tudtuk meg videóüzenetéből, melyet szerkesztőségünk kérésére készített. Ami izgalmas a dologban, hogy él egy barátom Kínában, egy zeneszerző, aki kín maradt, és nem is akárhol, hanem Wuhanban. Tehát, ha hiszik, hanem ezt a zenét, amit feltettem a netre, ezt Wuhanban keverte meg egy barátom, Keresztes Zoltán, úgyhogy visszaküldtem a vírus hazájába a zenét. Saját ötletén túl egy kihíváshoz is csatlakozott a művész. Rendszeresen énekel főszerepeket a Magyar Állami Operaházban. A színház Nemzeti Dalaink című kezdeményezése mellé állva kislányával, Grétával és feleségével, Nálási Helgával együtt énekelték el Petőfi Sándor Befordultam a konyhára című átiratát. László Boldizsár néhány kulisszatitkot is megosztott velünk. A pihenés mellett a munka nem állt le. Hamarosan 2 új duettet fog közzétenni közösségi oldalán, ám azt, hogy kikkel énekel együtt, továbbra is titok rejti. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mostantól az árokba folyik a csapadékvíz a Jós Gyula utcában. Széleskörű összefogásnak köszönhetően újul meg a Szent István király plébánia templom. Újabb jelentős döntések az agrárium támogatására. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Hírextra című hírháttér magazinunk és Társalgó című színes, kulturális magazinunk következik, később pedig a Maros Tánc Együttes tavaszváló gála műsorának első részét láthatják.
Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, viszontlátásra.